Az egész világon augusztus 16-án emlékeznek meg az utcára tett állatokról. A Hontalan Állatok Világnapjának célja felhívni a figyelmet a kertelésből tartott állatok túlnépesedésére, a menhelyek túlzsúfoltságára, valamint az állatvédők munkájának fontosságára. A Herosz Állatotthonban a héten egy napközis tábor is működik, ahol a gyerekek játékos formában kapnak képet a helyes állattartásról. Délelőtt, amíg itt az állatotthonban zajlik az etetés, addig kint foglalkozunk velük, filmeket nézünk, illetve különböző ilyen szituációs játékok, például el kell játszaniuk azt, hogyha különböző viselkedésű kutyák találkoznak, akkor ez hogyan zajlik. Tehát ilyen feladatokat kapnak, amivel egy kicsit közelebb kerülnek az állatokhoz. Amikor pedig bent vagyunk, akkor egyrészt foglalkoznak az állatokkal, most is a kölyök óvodában vannak, a kölyök kutyák között játszanak velük, cicákat simogatnak, tehát hogy szocializálják az állatokat. Nem csupán a Herosz Állatotthonba, hanem a civil piac tére is várják az állatbarátokat. A bevásárlóközpontban szakértők segítenek abban, hogy bárki megismerhesse az állatotthon munkáját, információt kapjon a gazdára váró házi állatokról, esetleg örökbe fogadjon egy négy lábút, vagy csak részt vegyen egy közös kutyasétáltatáson. Az önkéntesek emellett abban is segítenek, hogy tanácsokat adnak a gazdiknak, hogyan bánjanak kedvenceikkel. A nevelés és kutyatartással kapcsolatban, például az, hogy a gazdi hogy viszonyuljon a kutyájához, illetve etetés szempontja, sétáltatásnak az időpontjai, más kutyával hogy viszonyuljon. A jogszabály szerint az önkormányzatnak az elkóborolt ebeket be kell gyűjtenie, majd 2 hétig megfigyelés alatt tartania. Ha a gazdi nem jelentkezik, akkor az állat menhelyre kerül, ahol igyekeznek örökbefogadókat találni neki. Jó tudni, a házi állat szándékos elhagyása bűncselekmény, ami akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.